Gyere, Gorcsöm! Gyere! Egyél, művészet! Nekem is koncertem van, nem csak neked. Jó, ez igaz. Most mi van, be vagy kezelezelve? Nem, csak nem szoktam, nem elő szoktam állni, a zenekarban szoktam ülni. Dehogy nem szoktál, csak többször vagy a zenekarban. Jól van. Egyébként szerintem szép ez a Takemicu. Jaj, nagyon szeretem. Én csak azt nem tudom, hogy a közönségnek milyen lesz hirtelen, hogy ennyire más világba belecsöppenni. Meg tudod, mire vagyok kíváncsi? Hogy, hogy szól majd? Hát figyelj, valami jól szólt a próbán. Olyan hát? Nagyon... Nem tudom, látod? Tessék, ezt nézd meg. Be happy. Be happy? És a don't worry, ez hol van? De te egész rendes vagy. Nagyon ünnepi omlett, mama. De miért vársz ilyen konterhelt arcot? Ezt nem szoktam. Most nem, mi van? Rossz érzésem van. Hányszor játszottál már a nagy teremben? Nem szoktam az altfuvolával játszani ilyen nagy szóló. De az altfuvola mindig is az egyik ilyen nagy számod volt. És marha jól szól. Nagyon szépen, csodálatos hangon játszod. Bátran vigyed például a harmadik tételben, mikor ennél én követlek, te ne engem ott, ne. Én ott vezetek. Ezt csak hiszed. Te vársz rám, ne várjál, csináld, vigyed és megyek utána. Szerintem te vársz rám. Szerintem. De. Na jó, mindegy, szóval csináld és akkor én megyek veled. Megígértük a Robiékat, hogy elvisz. Jó, oké, csak figyelj, most lett kész a hangszer, most hoztam el a hangszerésztől. Itt szólnál, hogyha meg hozzám mennek el, fülmellett ez egy teljesen más. De én is gyakorlok amúgy a másik teremben, úgyhogy nem... De. Te még pillanat, aztán odaérünk a Misikét csinálni. Jó, meghúzom, de, akkor, de utána megyünk. Na jó, oké, utána megyünk. Na nézd, pont ugyanúgy. Köszönöm, meghúztam. Hát ez fantasztikus a talán. Akkor még van 20 percem. 20 perc. Oké. Ez egy fiatal kapcsolat. Amikor valaki szerelmes, akkor tombolnak a boldogsághormonok, és az valahogy átjön a hegedünk keresztül. Hogyha van két zenész között egy szerelmi kapcsolat, az szerintem az csak a hasznára lehet a zenőnek. Oké. Okay. Jó, magyar, gyerünk! Ez az! Vajon, Norma, mi volt ez? Mi volt ez? Ne ugassál meg, apám, berak a bolcsefhez! Mi az, hogy ne ugassál? Tedd föl a kezed, gyere, mozogjál, gyerünk! Apám, meg fog tenni gocsefhez egy éjszakára. Na, ne beszélj, öcsém! Hát vennek, mi van, ne? Utcán megtámadnak iskolába, hogy fogsz verekedni, öcsi? Várjunk, az nem egy hegedű? Gyerünk! Ez mégiscsak egy hegedű! És egy... Két... Hár... Egy... Hát, egy, két. De gyerekek, bocs, olvassátok.
próbáljuk most nagyon figyelni, azért nem olyan nehéz ez, nagyon figyelemmel és érzékenységgel a dinamikákat, jó? Szóval ne legyenek ilyen ormotlan húzások. Itt ebben a darabban minden pici rezzenésnek van szerintem valamilyen zenei, lelki értelme. Nagyon nehezen adja majd meg magát, de szép lesz, hogyha megcsináljuk az összes pici nüanszot. Egy. Egy, két, há, egy, két, hár, egy, tata, tata, tita. Az Orsi az egyetlen olyan, aki nem, hogy nem használja ki a szerepet. Ő még csak a szólista öltözőben sem hajlandó öltözni. Annyira egynek tartja magát a többiek közül, ami nagyon helyes. A zenészeket képviseli velem szemben. Szerintem ez nagyon klassz. Hát először is az Orsi diploma után már ide került egész kislányként ebbe a zenekarba. Ő már nagyon-nagyon-nagyon sok éve itt játszott, mire én ide jöttem. Nagyon nehéz lehetett neki kezdetben, hiszen mégiscsak idejött a főnöknek az ő férje. Pár barátsága áldozatai lettek, mert az emberek Magyarországon vagyunk, tehát azért gyakorlatilag mindent rossz indulatúan szemlélnek, irítséggel. Gorcse, cica, kéne a hegedű. Gorcse, a hegedű, tudod? Ne szorozzál már, tényleg te vagy apám embere? Tökös kisgyerek vagy. Más ilyet csak már találjuk, mert már. Gyere, jó? Megyünk a találkozóhoz. Gyere, gyorsan már találjuk. Megyünk? Gyere, szépen, fogok egyet, gyere. Csokolod, gyere, jöjjön. Sziasztok! 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 Kabátot leveszük minden. Ez a sárat. Hú, de elegáns vagy ma. Ez igen. Hát ez egy nagyon szép magadé. Csókolom, bocsánat, csak éppen parkoltam is. Nem, nagy késésben voltunk. Mi leülnénk meghallgatni, csak az elejét a vonalra. Jó. Esike, most fogod azt a vonót, gyere ide, kicsit közelebb. Tegyük csak ide ezt a hegedűt. Jó? Te emlékszel a tititára? Csak szépen húzzuk, jó? Nagyon-nagyon jó volt. Jól van. Na, mit szólsz hozzá? Jó, most akkor zongorázom. Szerintem most abban a korban van, hogy ez most még egyelőre játéknak. Csak is kizárólag, igen. Én néha úgy szoktam őket hívni, akik nem zenész embereket, hogy civilek. Szoktuk őket így nézni így kívülről, és azon is gondolkozni, hogy ők minek tartanak minket, vagy hogy néznek ránk. Nekünk egy teljesen másik életünk van, mint egy normál embernek, de mi erre készültünk egész életünkben, ezt akartuk, és ebbe vagyunk szerelmesek. Én nem tudnék más csinálni, csak zenélni. Ha még egyszer kezdeném, akkor még egyszer muzsikus lennék. Azt szeretném csak tudni, hogy került a hegedű az oroszlánhoz? Hát az oroszlánhoz ott nem tudom, hogy került, valahogy ott volt. Figyeljétek, barmok, ez egy stradivári hegedű. Főnök, szép. Szép, nagyon. Nem mondom, mennyit ér, mert úgysem fogjátok föl agyilag. És egy stradivári, az a lélek rakétája. Az a hegedű, az a lélek rakéta. Rakétája. Rakéta. Nem az a rakéta. Hol van a tokja? A tokja az a... Az oroszlán egy picit játszott vele, de nem nagyon. Jobban érzem magam, ha magától találnak meg a feladatok. Azt természetesen András is tudja, hogy én mit szeretek, és mik a zenei vágyaim, miben érzem jobban magam. De például a Takemicót azt abszolút ő találta.
színpadon, és egyszer csak látszott, hogy valami probléma van, ugye Ági? Yeah. Ugye az Ági a másik szólista, a Márfa szólista, és akkor szerelni kellett az Orsinak fenn a színpadon a fuvoláját, és hát ugye az Orsi meg bennült, most is próbál benne a szimfóniában. Úgyhogy képzelhetem, hogy milyen ideges lehet szegény. Most egy nem tudja, mi van a hangszerrel. Jaj, nagyon örülök, hogy eljött. Köszönjük szépen! Megmented a koncertet. Figyeljetek, itt van egy kulcs, a hármasba tudtok a legjobban dolgozni vele. Jó? Jó. Nézzétek már meg, hogy mi a baja, mert hogy megnyugodjuk. Nem takar egy hang után, akkor az azután következő hangok már nem úgy funkcionálnak, vagy sehogy. De ez egyszer csak előjött ez igen. A program? Igen. Ma? Ma, most. Most. Én eleve valahogy mindig magamba keresem a hibát. Nekem mindig a legvégső esetben jut eszembe az, hogy a hangszernek van valami problémája. Itt az ábillentyű. És ekkora volt ő már. Igen. És akkor már nem szól, ami alatta van. Uh-huh. Kiesett egy alátét valószínű. Egyszer a rádiózenekar egy próbáló után elejtettem a hangszert, és eltöredezett, el kellett vinni a hangszerészhez, aki azt mondta, hogy körülbelül 2 hét, 3 nap után fölhívott, azt mondta, hogy kész a hangszer, mondtam, hogy oda mentem, érte, vörös szemekkel, kialvatlanul, éjjel-nappal csináltam, mert tudta, hogy mit jelent nekem az, hogyha visszakapom a hangszeremet. Az volt, hogy ugye a Menuhin nagyon sokat járt hozzám, és akkor mindig mondta nekem, az mindenki ismer téged az egész világon, akárhova megyek, a muzsikus körökben. A nagy közönség nem ismer téged, és ez kéne valamit tenni. Szervezett 3 koncertet Brüsszelbe, amit játszottunk együtt. Európai Parlamentben volt ez a 3 koncert egymás után, és ott a királyi család, meg mindenki, fontos emberek voltak. És akkor valahogy innentől kezdődött így ez az egész karrier dolog. Ez a rock projekt, ez nagyon érdekes külön. Nagyon jó. Annyira jó szól. És már le van kötve a 8 koncert Kínába, a Deutsche Kammer Orchestrába. De most egyelőre úgy kezdjük, hogy csak vonós négyessel. Úgy kéne csinálni, hogy ti legyetek ketten, ugye az 2 első hegedű, és azzal kezdjük. Énekkar, és akkor ugye mi vagyunk 6-an, az én zenekarom. Ti vagytok 4-en, van egy vonós négyes, és még van egy rockzenekar is. Ilyen érdekes zenék vannak, van egy 10 perces Beatles, 2 Michael Jackson szám van, van egy Miles Davis szám, van egy Zavinú szám, hát persze van Pink Floyd, Queen, hát mit tudom, Bohemian Rhapsodia. Tudod, mert jó szól? Ez elájulsz. Ez csak instrumentális, ilyen klasszikusos. Tehát én vagyok a szólista, ott végén nyomom én. És mióta játszottak ott ebbe a zenekarba, a Kellernél? Közel 10 éve játszom az Andrással. 10 éve? Közel 10 éve játszom az Andrással. És te? De még csak 3. 3. év, igen. Tehát ez egy elég régi zenekar, ez egy elég ismert zenekar. Arról híres Magyarország, hogy ugye nagyon sok szimfonikus zenekar van Magyarországon. Ez ritka. De, tényleg. De hát ugye ők az egyik legjobbak. És különben jó lenne egyszer csinálni egy koncertet együtt. Itt van valaki, a Gabi vagy valaki? Itt a Gabi, csak most egy vizet nem lehet nekem valahogy megszervezni a szobámba a koncertekre? De olyan jó esni. Köszönöm. Jó. De hát ezt nem kéne szólnom, hanem ott kéne legyen a Gabi. Jobb lesz? Jó. Köszönöm. Rendben van? Rendben. A főpróbán egyik pillanatban a másikra
nem szóltak hangok. Ez nem fél órával a koncert előtt szokott kiderülni, illetve akkor derül ki, akkor ott nagyon pánik van. A zenekarnak van egy nagyon-nagyon jó bevett szokása, hogy a koncert előtt van egy úgynevezett beülő próbánk. Az a fél óra az a zenekarnak a színpadon elhelyezkedéshez, az átmelegedéshez, a koncert légkörének felvételéhez nagyon-nagyon jó. Én nagyon szeretem. És akkor derült ki ez a probléma. Hogyha ezt nem csináljuk, akkor ez simán a koncerten jön elő, és akkor végképp tehetetlen vagyok, mert ott már akkor ezen nem lehetett volna segíteni. Az a másik hatalmas, csodálatos angyali segítség, hogy egy telefonhívásra oda tudott jönni a hangszerész mesterünk, orvosolni tudta a problémát, és így már csak rajtam múlhatott, hogy jól játszom a fugalát. Mondd, drága, hallottál már Dánielről? Dánielről, a profétáról, tudod, a Biblia. Nem ismered a történetet? Nem. Dánielt az oroszlánok elé vetették, és úgy menekült meg, hogy a jó Isten befogta az oroszlánok szemét, így azok nem vették észre, így megmenekült. És ez, a Stradivári hegedű, ez is az oroszlánok szájából menekült meg. Tehát biztos, hogy valami küldetése van a Földön. Lehet, hogy pont az, hogy általa kinő a lelked, és nem leszel olyan agyatlan állat, mint a kollégák ott. Azért fogadunk mellé egy tanárt, aki az alapokat elmagyarázatja. Miért nem tetszik? De nagyon szép, nagyon szép. De akkor fogod művészi szinten tudni. Inkább a kempó.